Na hát, szeretek gyerekek, ebben ők is itt lennénk egy jó videóval, és ebben a mai videóban nem lesz olyan hosszú videó, Minecraftozni fogunk, és igazából beszeretnénk valamit mutatni, meg kicsit építeni is, ameddig van időm. Itt senki nem sejteni szerintem, hogy itt az erdő mellett van egy titkos alagút, ami egy modern házat térképez, de ha szemfelség vagy, csak ahogy ezt csináltam előbb, láthatjátok, ott a kis lesztetjátok, itt a mobizel jellemel mutatom a kart. Oda nem értek, de igazából, hogy egy studio módban vagyunk, akkor nem nagyon lehet minden megkészülni. Megnyomjuk a gombot, felhúzódik nekünk ez a dolog. Igazából ennyi az egész, igazából ha eljössz ide, igazából ide ilyet kell megfogni, hogy legyen valami fény is. És ha lejött ide, csukod, és ennyi, akkor becsukódik magától, de majd a respawn szerkezetét nem katom, és megjöttem egy másik számmal. És én itt tartok az építéssel, majd egyedül építem, és majd egy másik videóban rakítom. És ha ki akarunk jönni, csak megcsinálom, és tessék, kint is tudunk lenni. Kijövünk, és megcsinálom az egész. De ennek, mint ahogy mondtam, ugye, rattant, bocsánat, hogy így beszél, nagyon könnyű a szerkezete. Elnézést kérek, amúgy az óramat is van fújni, ezért most vágok. Na gyerekek, itt is lennénk. Ilyet mondtam, befejezem. Jó, egy kicsit feltűnő itt, de most már mindegy. Na. Szóval itt ez a hely, igazából ide lehetne egy ilyet tolni, mondjuk. Most tényleg nagyon el akarjuk rejteni. Na. De hát akkor mutatom is, hogy ezt hogyan kell csinálni, mert nem sokan tudják. Úgy. Jó. Szóval mutatom a restore szerkezetét, mondjuk ide. Egy kapcsolót. Ide rakunk egy kart. Ugye szépen el legyen dugva nekünk. Én a kar előtt tudja, aztán nekem tök mindegy csak a sorrend nektek is. Én úgy csinálom a kar előtt, így négyet kintünk. Megfogjuk ezt a ragacsos pisztont, és így szépen elvezetjük, hogy így nézzen ki. Igazából itt ki tudja így húzni, ugye meghúzzátok, akkor ki tudja majd húzni. Ez egyik része, és ha ezzel megvagytok, akkor meg kell fognatok ami a neve, a vöröskört, aminek igazából Reston a neve, ugye mint tudjátok, én is tudom. És akkor ide elkezditek szépen, most megnézzük, ha befekszoljuk, nem világít. Ez világítani kell, szóval az azt jelenti, hogy túl alulra építettük. Tudom, kiütöttem most véletlenül, mert akkor az a másik opció, ha úgy csinálom, hogy mindjárt mutatom, így van ez. Egy ide egy kő blokkot, vagy egy ilyen üvé blokkot. Ide rakjuk egy ilyet. Nem világít. Mivel nincs kész, hogy fájtok. Jaj, közben nekem még nagyon folyik az óra, most nem vágok gyerekek, elnézést kérek, egy perc. Ugye, mutatom amúgy. Na. Amúgy iskolába fogok menni mindjárt, még nem most. Na, jó, szóval mit akartam, szóval, hogy ide rakjunk egy ilyet, ezt mondjuk tőletek mindenetni, és akkor tessék, nézzük csak meg. Igen, az egyik már ki is nyitódott, na. Ez így az egyik rész, hogyha mondjuk az előtt ugye nem csinálják nekünk. Hát gyerekek, ez gyakorlás, igazából ezt én egyedül találtam, ki unatkoztam, hogy ennyi volt, kitaláltam. És akkor már azt a szerkezete nagyjából készen is van. Itt ezt eldugnám nektek, nem látszódjon semmi, ezt mondjuk. Ezt a kis részt ezt soha nem is fedjétek be, mert különben nem fog menni az egész semmi. Ezt aztán már nem fogok tudni rakni, hogy
blokkot befed. Két fel, mint egy gyerekek igazából. Túlélőben sokkal több értelme van gyerekek, túlélőben, ha mutítok, akkor nem utassátok meg az embernek, mert nyilván kiütik, akkor szétverik a blokkot, mert tudjátok, ők már ilyenek. Én ide is a tökőrt is, ide személyes még így, akkor így fogjuk így ezt is. Vagy hát ennyire nem, jó? Igen, na. Szóval így nagyjából köszönés van, szóval nem játok, ugye így kinyitódik, de így. Szóval kicsit késik, de nem baj. Fogadjuk el. És hogyha a belső részét meg akarjátok csinálni, a belső behúzóját, meg tudom, hogy akár most egy lépcsővel fogom megmutatni nektek, könnyebben meg tudjátok mutatni, szóval így ástok le, most ameddig akartok, én nem mondom meg nektek, ástok le, még egy, hát négy, van amúgy szén. Jaj, nem kell ez. Jaj, mondjuk ezt a helyre raktam, várjátok, mert folyik a dórom már megint, gyerekek. Fontos nekem kifújni, mert tudjátok miért, nektek is szokott gondolom fújni. Csak olyan zsebkendőt vettek a anyáik, meg mamám, hogy egyszerűen kivenni belőle a zsebkendőt egy év. Mamám mondjuk most kivettem, ha tudtam, de... Ettek gyerekeket, hogy megy. A belsőt mutatom meg, és onnan kell be, hogyan kell belülről. Amúgy láttam egy hasonló zondától, ezt igazából a zonda utánam találta ki, de nem engem kopizott, nem engem, nem is ismer. És ő megcsinálta egy tűz alatti, hogy ilyen láva alatt lakik. Láva alatt van egy kis háza, tudjátok? Na, mondjuk idáig lemezünk. Szerintem kicsit a fejünkről. De rakjuk be egy ilyen kart. Ide. Akkor fogjuk meg a redstone-t, egy ilyen blokkokat. Inni, és akkor nézzük meg, hogy sikerül le. Egyik csukódik be, gyerekek, ide. De ma mindjárt meglátjátok, hogy miért. Igazából kell még egyet itt most felkérni, gyerekek, hogy be tudjátok, tudjátok menni. Most ezt is kiütöm. Inni. Most ezt ide visszakom. Nem tudjuk meg, hogy jól dolgozik a amúgy gyerekek. Szóval fogjuk meg ezt. Most mi van? Mindegy, gyerekek, nem értek hozzá, vagyok én ehhez. De a kívülső része viszont csak ennyi. Az is csak véletlenül ment, de hát nem baj, gyerekek, tudjátok, nincsen most. És ott persze el tudjátok még dugni jobban is, ugye mutatom. Látjátok, gyerekek? Látjátok, hogy hogy beleolvad. Tehát a különbség amúgy nagyon látszik. Persze egy fűblokkal meg tudjátok oldani, hogyha mondjuk az egyik ilyen homokos lesz. Mindegy, gyerekek, ez a lényeg, és akkor is visszajövök a sajátomhoz. Ugye már most legyen nehéznek tudni, melyik a sajátom, de mindegy. Jó, nyissuk meg akkor a sajátomat, és amíg nem kell indulnom, addig veletek építek egy kis részt belőle. Mindjárt indulok iskolába. De azért én meg veletek egy kicsikét építek. Na jó. Ezt idáig így eljöttük becsukom az ajtót, hogy egy semmi az sem jön be ide.
Na, és akkor jöjjetek be ide. Itt már a zombik elől biztonságra vagytok, gyerekek. Ennél magasabban nem nagyon menjetek igazából, én nem tudom, de ennél magasabban én nem mennék helyettetek, mert tényleg, hogy kiütném a felső blokkokat, és annak meg nem örülnék, ugye? Mondjuk ott legyen egy lámpa, és ilyen tetsző lesz mondjuk. Közben itt épp. Jó, most ennyi lámpa elég lesz. Jó, még egy lámpa van kell. Jaj, nem azt akartam volna kiütni. Oda egy ilyet. Na. Egy ilyet, jaj, nem. Fordítva, tök mindegy, gyerekek, igazából rátok van bízva az egész. Mutatom, hogy én így csinálnám. Igazából most azért megy ilyen lassan, igazából nem szokott lassan menni, csak nagyon folyik mostanában az orrom, gyerekek. Jó. Még van 3 percem, gyerekek. A videóban még 3 percet még kell, még 3 percet vigyizek, azt utána már vége lesz. Na! Jó, most nem fogjuk próbálni, mert nem fújni az óramat. De volt csak mert ideig mész, és akkor ennyi a vége, és akkor tizé elálltok mondjuk 10 blokkot, ami nem tudom, mert már mindjárt összentek megint, és nem tudtam számolni se. Jó. Nyugodj idáig, így. De most szeretném egy ilyen blokkot kitenni, mert... Gondolnám, de majd gondolom, hogy felszabb munkás, mikor innen. De a hülye első már megint esik. Mindjárt most ide is ásunk egy ilyet. Ez a videóban úgy egy lett volna, tetszett, nyomjátok a lájkot, iratkozzatok fel, remélem tudtam segíteni, én bájtoltam, sziasztok!